Kevesebb hajléktalan él a Győri utcákon, mint korábban. A hideg téli hónapokban azonban a hajléktalan szállók teltházzal üzemelnek. Itt Likócson például van egy éjszakai menedékhely is, ahol egyszerre 30-an pihenhetnek meg. A fekhelyekért itt nem kell fizetni, viszont nappal csak akkor maradhat itt valaki, ha például beteg. Az ágyhoz jár egy pléd, és van lehetőség a mosásra, tisztálkodásra is. Az átmeneti szálló havonta 8700 forintba kerül, a hajléktalanok 8-12 főszobában lakhatnak, és akár nappal is itt lehetnek. Győrben az elmúlt évben az a szerencsés fordulat következett be a hajléktalan ellátásban, hogy egy 40-45 fővel kevesebb hajléktalan van. Ez a régi számhoz visszaítva 500-510-et szoktunk mondani, de olyan 450 hajléktalan él pillanatnyilag egy időben itt a városban. Közülük 330-at ellátunk egy időben férőhelyen. A több mint 200 főt befogadó likócsi szálló november eleje óta teltházzal működik. 47 fő a város különböző pontján talált a krízislakásban, és gyakorlatilag 30 férőhely pedig még a menhelyen. Így a 270 férőhely, ez 60 férőhely idén szálló társul, ami a Szarvas utcában található, csak megjegyezném, hogy a ma reggelre 65-en adtak a 60 férőhelyen. Az utcákon 60-an, 80-an élnek, a szolgálat azonban rájuk is odafigyel. Rendszeresen kapnak forró teát, zsíros kenyeret, főtételt és még gyógyszereket is.